Köszöntöm nézőinket, önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! 10 évvel ezelőtt hozta létre, akkor még mindössze 1 tucat lelkes alapító tag a bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületét. A jubileumi ünnepségen már több mint 100 taggal emlékeztek vissza az első évtized sikereire. Egy maraknyi Székely, pontosabban 1 tucat lelkes alapító tag és néhány hónapnyi papírmunka. Ennyi kellett ahhoz, hogy 10 évvel ezelőtt létrejöjjön a bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete. Mostanra egy több mint 100 tagot számláló, a város életében jelentős civil szervezetként ünnepelték a jubileumot. Hogy nagyon nagy jelentősége és nagyon nagy szerepe van a hagyományápolásnak, és természetesen ez a hányatott sorcú népcsoport, hogy ilyen szinten, ilyen formában, ilyen rangban meg tudott maradni, az egy nagyon dicsérendő és becsülendő dolog, és hát ehhez kívánunk nekik nagyon sok sikert, jó egészséget, és a másik része a dolognak, amit még meg kell említeni, hogy ezek a civil szervezetek aktív szereplői a városi rendezvényeknek is szerepet vállalnak, és hát így összességében akkor még színesebbé tudjuk tenni a városi rendezvényeket is, és hát összefogással és egész szép eredményeket tudunk elérni. Az ünnepségen az Egyesület elnöke visszaemlékezett a legfontosabb eseményekre, és vázolta fel a jövő feladatait. 2010. március 10-én 12 székely szekszárdi lakos összeültünk, és elhatároztuk, hogy Szekszárdon is legyen Székely Egyesület, és hát a szervezés azért egy kicsit hosszadalmasnak nyúlt, ugyanis úgy gondoltuk, hogy hát átnézzük a társ egyesületek alapszabályait, meg a józan paraszt észel, hogy mit lehet bevenni egy alapszabályba. Így beadtuk az alapszabályunkat, de közben megfeledkeztünk, nem voltunk még a civil mozgalomban, hogy a civil törvény életbe lépett, és az új civil törvény szerint kellett leadni, vagy beadni az alapszabályunkat, úgyhogy ismételten át kellett dolgozni, úgyhogy így körülbelül november 30-án tudtuk beadni az új formátum szerint az alapszabályunkat, akkor már 31 néhányan voltunk alapító tagok, hát az lett rögzítve a bíróságon, és hát ugye a törvények, azok törvények, a bíró jóvá hagyta, január 2-ára átment a jogerős határozat, 2011-ben, és abban az időben még nem volt ez az egyablakos rendszer, hogy mindjárt a cégbejegyzéssel adószámok legyünk, meg minden rendben legyen. A jogerős határozat után kérhettünk az adóhivataltól adószámot, úgyhogy érdekessége a dolognak, hogy ez január 17-ével megszületett, tehát magyarul én stílusosan szoktam fogalmazni, megfogantunk, megszülettünk, és január 17-én keresztelkedtünk, mert röviden és stílusosan a történet, tehát elég hosszadalmas volt az alapításunk, de hála Istennek utána gyorsan felgyorsultunk, felnövekedett a taglétszámunk, létrehoztuk az emlékparkot, létrehoztuk a közösségi házunkat, nagy rendezvényeink voltak, úgyhogy sok-sok mindent tudok elmondani a 10 évről, és hát csak ugye az idő is eljárt fölöttünk már, és nagyon gond az, és nagyon kellene a fiatalítás. Hát most azon vagyunk, ez a lényeg, a jövő feladata, hogy minél több fiatalt próbáljunk magunk közé megszerezni tagként. Az Egyesület a legaktívabban tevékenykedő tagjai számára Hadik András díjat ítélt oda. Az elismerést Illés Jánosné és Mír Lajos, Szegedi Dezsőné és Szőcs Gáspár vehette át. Átadtak ugyanegykor egy posztumusz díjat is Sebestyén Gyula egykori tagjuk részére, ezzel is megköszönve, amit életében az Egyesület értett. Az ilyen kiemelkedő munkát végző tagok által vált a szekszárdi egy országosan is meghatározó közösségé. A munkájuk, az énekük, a programon való részvételükkel mind példaként példát állítanak a többiek részére.
Ugye hát ők 10 éve az mindig azt jelenti, hogy az ember egy mérleget kell húzzon, és visszatekintsen a jót, ugyanúgy a rosszat is mérlegelve. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat tudnak a mérlegbe tenni, hiszen nagyon mozgékonyak. És bármilyen program van, tevékenyen jönnek, úgyhogy örülök neki, és mondom, bizakodok benne, hogy ez így folytatódik. A tánc szeretete és a bukovinai székely hagyományok ápolása gyűjtötte össze egykor egy szüreti felvonuláson Hidas fiataljait, így alakult meg a Hidas Néptánc Egyesület. A csapat 2010-ben újjáalakult, úgy mint egykor egy szüreti felvonuláson töltötte meg először tánccal Hidas utcáit. Az együttes eddigi elnöke, Ömböli Zoltán lemondott, átadta a feladatokat a fiataloknak, de művészeti vezetőként ezentúl is segíti a Néptánc Egyesületet. Hogyan kerültek a bukovinai székelyek Andrásfalváról Hidasra? Mi történt a falu sváb lakóival? Sokakban felmerülnek ezek a kérdések, melyekre a bukovinai székelyek leszármazottjai adják meg a választ, akiknek szülei, nagyszülei 1945-ben telepedtek le Hidason, amikor a sváb lakosság 80%-át kitelepítették. Az eseményeket átélt személyek közül sokan még mindig magukban hordozzák az őket ért sebeket. Ezért próbálták meg és próbálják meg a mai napig is őrizni és átadni a hagyományokat, többek között a néptáncot, a népviseletet. A néptánc már 1947-ben, meg 49-ben Hidasi tánccsoport a Halászbástyánál és a parlamentben is vendégszerepelt, más egyéb székely tánccsoportokkal együtt. Ez egy picit alább hagyott, majd a 70-es években újra kezdődött ez a dolog, és a Hidasi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület már az új nevünk, az 25 éves fennállását ünnepli most. Természetesen mind a táncokban, szokásokban, a nevünkből adódóan is hülyek vagyunk, maradunk, leszünk a hagyományainkhoz. Mint a többi más szőlővel, borral foglalkozó területeken, tájegységeken, szüret ünnepségeket tartanak, Hidason is visszanyúltunk ehhez a hagyományhoz. Emlékezetem szerint a 60-as évek végén történt ilyen, amire úgy emlékszem, majd olyan 74-5 körül akkori tánccsoport vezetésével, majd rá 10 éves kihagyással, azóta rendszeresen minden évben megtartjuk Hidason az úgynevezett szüreti felvonulást, majd a felvonulás után a szüreti bált. A szeptember elejé látványos felvonulásban nem csak a néptáncosok, hanem a falu egész lakossága bekapcsolódik, akik házaik előtt állva kínálják étellel és itallal a felvonulókat. A népviseletbe öltözött fiatalokat csőszöknek és csőszlányoknak nevezik. A szüreti meneten fontos szerepet kapnak a lovak, a hintók és a szekerek. Minden évben készítenek egy szőlőkoszorút, mely az esti bálon kalapács alá kerül. 1994-ben a tánc szeretete és a bukovinai székely hagyományok ápolása gyűjtötte össze az akkori szüreti felvonuláson Hidas fiataljait. Így alakult meg a Hidas Néptánc Egyesület. A csapat 2010-ben alakult újjá. Az együttes eddigi elnöke Ömböli Zoltán művészeti vezetőként ezentúl is segíti a Néptánc Egyesületet. Nem mint székely származású, nem is feltétel természetesen. Az Egyesület gerincét természetesen székely származásúak adják, nem feltétel, nem kizáró ok. Igen, a pici gyermekek, általános iskolások, és rettenetes örömömre szolgál, amikor a lányom épp tegnap előtt közölte, hogy a 2,5 éves unokám, meg az ő kis csoportjába is megindul egy úgynevezett tánctanítás, mármint az ő szintüken és színvonalukon természetesen. Thank you.
azok a ruhák, amelyekben éppen most a felvonuláson szerepeltek, azok bukovinai, eredeti bukovinai meglévő ruhák alapján készítettük őket. Hál' Istennek vannak még olyan varrónők, vagy akár férfi szabó mesterek, akik mint a mellényt, mint az inget, a ruházatot el tudják készíteni. Vannak természetesen birtokunkban még bukovinába készült eredeti ruhák, nagyon vigyázunk rájuk, de mivel ottán, és hát ezeket, mint említettem, az elmúlt pár esztendőben készítettük, nagy segítségünkre voltak azok a pályázatok, amelyek lehetővé tették ezt. Sikeresen pályáztunk több alkalommal is, és az ebből befolyó összeget a ruhákra, meg egyéb kellékekre fordítottuk, és fordítjuk ezután is. De nem csak a bukovinai vagy a székely táncokat, hanem Erdély más vidékéről is, kalotaszegi, nyárádmenti mezőségi táncokat is táncolunk, tanulunk, és sikerült ehhezekhez való alkalmi ruhákat is készítetni, mind női, mind férfi ruhát. Hát a művészeti vezetőnek gyakorlatilag az a tevékenysége, munkája, feladata, amit gyakorlatilag eddig is az elmúlt 40-45 évben végeztem. Konkrétan a székely néphagyomány, népszokás, néptáncnak az összegyűjtése, megtartása, továbbadása, ismertetése, fiatalok bevonása, és egy picit úgy mondjam, a csúnya szóval menedzselése az egyesületnek. Hát az elmúlt időszakra természetesen pozitívval és örömmel és teljes megelégedéséggel gondolhatok vissza. Nagyon sok minden történt ebbe az elmúlt 11-2 esztendőbe, és én remélem azt, hogy ezután is sikerül annak a pártagú elnökségnek, annak a szűk csoportnak így népszerűsíteni, felhívni a mások figyelmét is erre a jól működő egyesületre, megkedveltetni, megszerettetni mind a fiatalokkal, mind az idősebbekkel azt, amit eddig is végeztünk. Az erdélyi magyarok tradicionális étele a puliszka, melyből minden székely asztalára kerül rendszeresen. Pakson a Városnapja keretein belül rendezte meg idén az Erdélyi Magyarok Tolna megyei egyesülete a már hagyományos puliszka fesztivált, ezúttal Erdélyi Ízek udvara névvel. Az igazi, hamisítatlan erdélyi ízekkel, az erdélyi konyhával ismerkedhettek a paksiak a Városnapja keretein belül. Több éve rendezi meg az Erdélyi Magyarok Tolna megyei egyesülete a Puliszka Fesztivált, mely az elmúlt évben elmaradt. Így idén nem bízták a véletlenre, és a városi rendezvényhez kapcsolódva tartották meg, ezúttal Erdélyi Ízek udvara névvel. Tavaly ugye nem tudtuk megszervezni a Puliszka Fesztivált a pandémia miatt. Az idei évben szerettük volna, nem tudtuk még tavasszal, hogy fog sikerülni, ezért ilyen bizonytalan volt ez az év is. Viszont ugye a Városnapja nem lett megrendezve májusban, ezért úgy gondoltuk, hogy akkor csatlakozunk mi is így a Városnapjával közösen, ezért nem Puliszka Fesztivál lett a neve, hanem Erdélyi Ízek udvara. Hasonló a felállás, mint egy Puliszka Fesztivál, ez az udvar egy picit kisebbként működik. A hagyományaink, kultúráink ugyanaz, puliszkás ételek, ízek bemutatása, ami nagyon kiemelkedő, ugye Székelyföldön is én magam kézzel szedtem le az áfonyát a Hargita tetejéről, abból saját készítésű áfonyapálinkát készítettem, és hát azt is természetesen megkóstoltatjuk itt a ide látogatókkal. A kulináris élvezetek mellett a székely kultúra is teret kapott. Az Erdélyi Ízek udvarába látogatókat Bodnár Cecil szórakoztatta tárogatón. A Magyar Kultúra Lovagja címet is kiérdemelt, Szekszárdon élő mester székely népdalokat énekelt.
Rogd meg, babám, rogd meg, lobogó tüzedet, hadd melegítsem meg gyenge kezeimet. Az Erdélyi Magyarok Tolna megyei egyesülete által szervezett programoknak hatalmas összetartó ereje van. Mindamellett, hogy őrzik a gasztronómiai és kulturális hagyományokat, összefogja a Magyarországon élő székelyeket. Én amikor puliszkát látok, akkor már is otthon érzem magam, tehát hogy betoppantam ide az udvarra, és láttam a különböző puliszkás ételeket, de már feliratot is, hogy Puliszka Fesztivál, akkor ilyenkor eszembe jut a gyerekkorom, én Erdélyben nőttem fel, Apácán, Brassó megyében, és el szoktam mesélni a gyermekeimnek, hogy nekünk kenyeret vásárolni a 80-as években az ilyen polgárháborúval ért fel, tehát nem volt kenyér, nagy roma közösség lakott a faluban, úgyhogy ilyen kisebb háborút jelentett a kenyérvásárlás, amit amúgy élveztünk nagyon, de hát néha azzal is járt, hogy a végére csak nem jutott kenyér, és kenyér nélkül mentünk haza, de se baj, olyankor mindig volt puliszkaliszt, és főztünk puliszkát, és én annyira szerettem a puliszkát, hogy soha nem negatívumként éltem meg azt, hogy nem jutott kenyér, nem tudtunk kenyeret vásárolni, hanem annál finomabb volt a vacsora, mert puliszkát ehettünk. Nagyon nagy örömre szolgál, hogy itt Pakson ezt minden évben átélhettem, és így emlékezhetek egy kicsit a gyerekkoromra, meg hát az ízek világa, és így visszaköszön. Pörköltekkel szoktam puliszkát főzni, tehát hogyha készítek egy finom akár szarvas pörköltet, vagy néha vaddisznó pörköltet, de a marha az a kedvencem, akkor mellé mindig puliszkát szeretek készíteni. De hogyha megmaradt puliszka, és másnap felkockázom, és zsírba megpirítom egy kicsit, és egy-két tojást ráütök, ez is nagyon ízlik, és a kedvenc ételeim közé tartozik. A színpadon is színes programok voltak, ahol lehetőséget kaptak tánccsoportok a bemutatkozásra. Erdélyi néptáncos gyerekek léptek fel népviseletben, és mutatták be a székely hagyományokat a nagy közönségnek. Péter Panna a Marosvásárhelyen született székely családban, 14 évesen került el otthonról. Azért jött Magyarországra, mert a kézilabdával komolyabban szeretne foglalkozni. Panna a Kozár Michelin NB1-B-s csapatában játszik és gyógytornásznak tanul. Csapattársai és barátai sokat segítenek neki abban, hogy itt is otthon érezze magát. A baranyai kézilabda szurkolók számára nem ismeretlen Péter Panna neve. A mindig mosolygó játékosról azonban csak kevesen tudják, hogy Erdélyből származik. Panna nem csak tehetséges, hanem kitartó és céltudatos is. Példakép lehet a korosztálya számára. Mi marosvásárhelyiek vagyunk, én ott születtem, a szüleim ott találkoztak. Édesapám Hargita megyében született egy kis faluban, Agyhában. Az ő családja odavalósi már... Tehát a felmenői is ott éltek és ott születtek. Édesanyám pedig, hát a családja Nyárád menti, ő már Marosvásárhelyén született, és ugye ott találkoztak a szüleim, ott telepedtek le, és akkor a testvéremmel mi már ott születtünk és ott éltünk. Én 14 éves koromig, a bátyám pedig még mindig otthon él. Nem ért nagyon sok atrocitás így, amikor felnőttem. Tehát úgymond nekem, én ebbe születtem bele, nekem ez teljesen természetes volt, és sose szóltak azért, hogy mi magyarul beszélünk, vagy bármi. Tehát otthon teljesen mindenki magyarul. Persze kellett tudni a román nyelvet, mert boldogulni kellett, boltba elmész, vagy bármi, de semmi hátrány nem ért abból, hogy mi magyarul beszélünk, magyar iskolába jártunk. Nagyjából hetedikes voltam, amikor megfogalmazódott bennem, hogy komolyabban szeretnék a kézilabdával foglalkozni, és volt egy otthoni csapattársam, aki hamarabb eljött Dunajvárosba, az akadémiára, nagyon tetszett neki, és akkor ő bátorított, hogy próbáljam meg én is ezt az életmódot. A szüleim először nem nagyon szerették volna, hogy ilyen korán elkerüljek otthonról, aztán amikor látták, hogy nagyon komolyan gondolom, meg nagyon szeretném, akkor támogattak benne,
és végül Balatonboglára kerültem el 9. osztályba, a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, mivel keresztüleim Böhönyén élnek, az pedig annyira nincs messze, úgyhogy ott legalább volt egy támogató kéz. Annyiban volt fura, hogy nagyon sokan ismerték már egymást abban a csapatban, amiben bekerültem, meg abban a közegben, ugye nagyon sokat játszottak már egymás ellen, stb., és én nagyon újonc voltam, tehát hogy én így nem ismertem se a környéket, nem igazán tudtam tájékozódni se, barátokat is emiatt, hát nem mondom, hogy nehezebben szereztem, de nehezebb volt már a kialakult kapcsolatokba úgymond bekerülni, de na, mindenki nagyon segítőkész volt, nagyon érdeklődőek voltak felől, hogy én honnan jöttem, hogy ott milyen az élet, ők is nagyon sokat kérdezték, hogy ez a román-magyar kapcsolat milyen volt, úgyhogy szerintem nagyon sikerült beilleszkedni gyorsan. Régen egy kicsit könnyebb volt középiskola alatt, akkor nagyjából próbáltam őszi szünet, tavaszi szünet, ugye a téli szünetet, a karácsonyt is otthon tölteni, valami nyáron egy kicsit hosszabb időszakot. Most, amióta az egyetem is van, illetve ez az egész vírushelyzet, ez megváltozott. Az elmúlt másfél év olyan volt, hogy csak fél évente tudtam hazalátogatni. A szüleim se nagyon tudtak jönni sajnos, ugye a határon se volt annyira könnyű a helyzet, úgyhogy most egy picit ez megritkult, ez a hazalátogatás. A szokásokat otthon, Marosvásárhely nem igazán, picit kiesik a Székelyföld perifériájából, Székelyföldön sokkal jobban tartják úgymond ezeket a szokásokat, tehát a népviselet, meg az ilyen tipikus húsvéti locsolás vödörrel, nálunk azért kölni, meg a tojásfestés az megmarad, viszont annyira már nem tartják az emberek a nagyvárosi létből fakadóan szerintem ezeket a szokásokat, viszont azért igyekszünk, tehát a karácsony, a húsvét, a sütésfőzés, azok így mind megmaradtak. Édesapám 6 éves volt, amikor beköltöztek Marosvásárhelyre munkalehetőség miatt, járban dolgozni, ugye akkor az volt a módi. Abban a kis faluban, hát nagyon kevés lelket számlált, tehát nem tudom, hogyha az 1000 főt megüti ott azért még mindig ez a székelyfalusi lét, amit én nagyon szeretek amúgy, és nagyon szeretek oda visszamenni. De mi lehet az, amit a 7 éve Magyarországon élő fiatal lány Erdélyből magával hozott? A szókincset. Hát vannak olyan szavak, amiket itt nem feltétlenül ismertek az emberek. Sokat sajnos már nem is használok, mert könnyebb volt itt beilleszkedni úgy, hogy azokat úgymond nem használtam a mindennapi életben, de amint átlépem hazafele a határt, azonnal elkezdek ismét újra úgy beszélni, ahogy otthon beszéltem. Úgyhogy nekem sajnos ez a székely, ízes beszédem nem igazán volt meg, mert Vásárhelyen ez nem jellemző, de hogyha elmegyünk valahova a falura, a Székelyföldre, akkor én is elkezdek percek múlva úgy beszélni azzal a kiejtéssel, úgyhogy talán ez az, amit így megemlítenék. Meggondoltam már arra, hogy visszamenjek, mert azért a honvágy az elég komolyan megviseli az embert ennyi idő után. Szeretnék itt először elhelyezkedni, most van az utolsó évem az egyetemen, gyógytornásznak tanulok, és szeretnék itt elhelyezkedni egy kórházban, illetve a mesterképzést elvégezni, ami még egy másfél éves képzés lesz. Aztán utána bármi lehet, még bármi benne van. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!